ez tényleg a király Mercedes-e? Milyen autói voltak Zambó Jimmynek? Mennyire hülyek a valósághoz a Király című sorozatban használt autók? Zambó Jimmy a 90-es évek ikonja. Csak az nem ismeri, aki ez idáig egy szikla alatt élt. Az RTL-es sorozat miatt, erre majd még visszatérünk később, most mindenki újra róla beszél. A takarítónéni, aki 30 éve látta őt kijönni egy presszóból, Delhusa, aki 20 év után jön rá, hogy adott neki kölcsön egy nagyobb összeget, persze! Egy témát viszont még senki nem érintett vele kapcsolatban, az autókat. Lehetett őt szeretni, vagy nem. Egy megosztó személyiség volt, de a tehetsége és ezáltal a sztársága szerintem vitathatatlan. Láttam, olvastam akkoriban, és ma is sokat hallani róla, hogy ő azért rengeteg bántást kapott, főleg a kinézete miatt, ami, tegyük hozzá, egy elég parasz dolog. Mert egy Andrea Bocellit, az opera énekest, sem csúfolsz olyan miatt, amiről nem tehet. Jé, vakacsávó! Tudom, ez nem mentesít senkit. Biztos sokat arcoskodott. Számos alkalommal volt olyan, hogy nem beszélt szépen az emberekkel. Nyilván nem kellett volna patakira ráhúzni a fegyvert. Azon a végzetes éjszakán kétszer is meg kellett volna nézni, hogy maradt-e golyó a kőben. Meg is fizetett érte, csak sajnos túl drágán. Szerette a családját, rajongott a gyermekeiért. A dalaival emberek életbe vetett hitét adta vissza. Százezrek rajongtak érte. A rendszerváltás utáni Magyarország első igazi sztárja volt. A pozitív és a negatív dolgai összességével és ezek miatt is válhatott már a legendává. És mi jellemző a sztárokra? Csillogás, menő ruhák. Most mi? A 90-es években a susogós melegítő igenis menő volt. Ékszerek és autók, ezeket ő is imádta. Amint elérkezett az országos siker... Mit vett magának? Házat, Fuchsot, Mercedes-t. Egy ilyen kékes, szürkés 126-os S-osztállyal kezdte, ezt a típust hívtuk anno Jockey Mercinek. A képet elnézve, ez egy 1985 előtti, még a régebbi csíkos oldalas, 85-ben volt a frissítés, szóval egy 85 előtti 126-os, még nem alufelni is, dísztárcsás kerekek vannak rajta, emiatt talán 280-as soros 6-hengeres benzinesre tippelnék, persze ki tudja! 10 évvel később nekem is volt egy ugyanolyanom, 1984-es, 280-ese, teljesen ugyanabban a színben, tök véletlen, kicsit csattogó hajtókarcsapágyakkal. Ezt a 126-os cserélte az én nagy kedvencemre, a Bána Mercire, azaz a 140-esre, aminek már Jimmy 1 volt a rendszáma. Hiába aggódott Krisztián a testőr, hogy biztonsági szempontból nem annyira szerencsés dolog rendszámtábla helyett egy névtáblát viselni az autón, Jimmyt ez egyáltalán nem érdekel. Azt mondta, pont ez a lényeg, hadd tudják csak ki ez a Luxi Verda. Akkor legalább sötétítsük le. Nem, én nem bujkálok. Tetszett neki, hogyha beintegettek hozzá a kocsiba, ha felismerték, szerette, ha szeretik. Ha már az előbb a luxusról beszéltünk, az S-osztályt a Mercedes mindig is elég szép árban mérte. Itt egy árlista 1992-ből, ahol a csúcsmodell, a 600-as Shell, hosszú kaszni, 5 méter 11, azt hiszem. Tiszta gáz, hogy pont én, a nagy 140-es rajongó, nem tudom fejből elmondani. Hát a hosszú kaszni az nem 5 méter 11, hanem 5 méter 21. 6000 köbcenti, 12 henger, 400 lóerő. Lista ára 17 millió 817 ezer forint. Ebben az évben a magyar átlagfizetés 16 ezer. Ha már feljött a 600-as téma, Jimmy Mercier 600 Shell felirat vigyorgott hátul, és mindkét oldalon a C-oszlop tövében V12, ahogy kell. De vigyeld a királyt! A kocsi nem 600-as volt. Használtként vette, és V8-as volt benne. Árpa Attila 400-asként emlékszik rá, 4000 V8, a testőr 500-asként ír róla a könyvében. Alapból mindkettő, bármelyik iszonyú menő lett volna, de Jimmynek nem. Mert ő mindenből a legjobbat akarta. Ha más nem mutatni, ezért...
mondd, hogy nem szerethető. Nekem nagyon bejött. Hogy azzal a Mercivel mi lett? Kinél van most? Nem. Ez az én autóm, nem Jimmy kocsia. Az övé fehér indexes volt, ez mint látszik sárga. Az övé nem volt lámpatörlő, ezen van. Amúgy minden másban stimmel. Hosszú kaszni, ugyanaz a szín, mint az övé volt. Ez is V8, ez speciál egy 500-as. Ez a kocsi önmagában az imádom a 90-es éveket feeling. Amikor még nem az volt a fontos, hogy minél kisebb legyen a köbcentin, és a jobb oldali pedált még nem úgy hívták, hogy gyorsító pedál, hanem ténylegesen gázpedálnak. Amire rendesen rálépve, bemozdul a kaszni. Ami Péter remekhez került, az már az újabb, Jimmynek sajnos az utolsó S-mercie volt, a V220-as modell. Vissza 140-eséhez. Az az autó sajnos már nem létezik. Egy balesetben totálkárosra tört, nem nála, később. És infóim szerint már el is bontották. Jimmy babonás volt. Van az a szokás, amikor szigorúan fa felületen, alulról felfelé lekopogunk dolgokat. A 140-es Merciben utazva, ha a családja, a gyermekei voltak a téma, képes volt simán megállítani az autót és kiszállni az útszélén, hogy egy fatörzsön vagy bármilyen fafelületen kopogni tudjon. Később, amikor megvolt neki a V220-as S-osztály, már nem kellett fáknál megállnia. A fakormányon kopogott. Jimmy imádta a természetet. Horgászott, voltak lovai is. Egy terepezős autó, ami jól bírta a kiképzést. Így született meg a Jimmy 2-es rendszám, amit egy szürke Mitsubishi Pajero viselt. A király utolsó autója az akkori legújabb, 1998-ban frissen megjelent V220-as S-merci volt, ebből ő egy 99 márciusi, rövid tengelytávú, fekete 500-ast vett meg, világos szürke belsővel. Volt ilyenem is, olyan 2008 körül. Én nagyon szerettem. Hallottam másoktól légrugó problémákat, nekem nem volt vele gondom. Ami meglepő, hogy papíron 20 lóerővel gyengébb az 500-as, mint az elődjének, a 140-esnek a motorja, mégis iszonyatosan jól gyorsul, sokkal erősebbnek érzed, mint a 140-es 500-as. Hát tudom, így fejlődik a technika. Ezzel mi lett? Ezt sokan tudják. Krisztián örökölte meg, és egész sokáig árulták, azt hiszem talán 15 millió forintért. Most, 8 tulajdonossal később, újra jó helyen van. Péter Schramek vigyáz rá. Volkswagen. Das Auto. A feleségnek, Edith asszonynak egy hófehér Volkswagen 2-es golfja volt, amivel Jimmy simán elment koncertezni, hogyha a Merci például épp szervizben volt. A sorozat. Látszik, hogy nagyon figyeltek mindenre, a helyszínek, a telefonfülkék, a régi autók, le a kalappal, tényleg. Mercedes fronton olyan 80%-os a pontosság. Az első Merci, a 126-os, színe ugyan stimmel, de gondolom csak ilyet tudtak szerezni. Már a 85 utáni frissített modell, nem a régebbi, mint Jimmy-é volt, és alufelni van rajta. Igaz, sokat nem is látjuk, csupán pár másodpercet. Viszont a 140-es sokat szerepel, itt pici elnye-bejnye. A képernyőn a modell frissített változatot látjuk, a 96-97 utáni egyszínű fényezéssel, nem a régebbi kétszínűt, mint amilyen Jimmy-é volt. Mert a régebbinek itt szürke az alja. És a hídon táncolós résznél, amikor Nagy Ervin megállítja, mintha dízel lenne, szentségtörés! Persze, lehet, hogy csak a fülem csapott be. Miután ezt a mondatot elmondtam, rátaláltam valakire, aki részt vett a sorozat készítésében. Tőle megtudtam, hogy nem is csapott be a fülem, tényleg volt egy csettegés, viszont az autó nem dízel, benzines volt, csak annyit járatták forgatás közben egy helyben, hogy megszólaltak a hidrotőkék. Az utolsó Merci, a V220 szinte tökéletes. 99-2000-es modell lehet, benzines, fekete külső, galamszürke belsővel, megvan a fakormány. Csak annyi, hogy faceliftes a hátsó lámpája. Ezt meg elnézzük. Hogy milyen autója lenne Jimmynek 2023-ban? Ezt nyilván csak találgatni lehet. De szerintem maradt volna az S-osztálynál. Végül is ez a Mercedes csúcsa. A miértjét nem tudom megmagyarázni, de van egy olyan érzésem, hogy nem használná a legeslegújabb S-osztályt, mint például GVM, hanem maradt volna az előzőnél, ami még sokkal jobban autószerű, kevésbé űrhajós. Persze, ki tudja. Bár meg tudnánk kérdezni tőle.